Az előadás címe, mint látjátok, hogy milyen jövő vár az emberiségre, és nem vagyok jövendőmondó, tehát nem arról szól, hogy nekem most van egy ilyen látásom, és megmondom a konkrétumot, de azt szeretném egyrészt elmondani nektek, hogy nagyon-nagyon-nagyon kemény dolgokról fogok beszélni. Én fontosnak tartom, hogy ezt így mérlegeljétek, de nem azért beszélek erről, mert bárkit meg akarok rettenteni. Tehát én azt gondolom, hogy aki ettől az előadástól depressziós lesz, mert mindenki, aki ezt látta részben, ettől fél, az megérdemli. Tehát aki depressziós, az nem hisz Krisztusban. Tessék hinni, hogy nekünk ez egy fantasztikus lehetőséget mutat. Jó? Tehát ez az én megközelítésem. És azt a krisztusi gondolatot szeretném, ha követnénk, vagy én ezt fogom most az előadásban, hogy igenis kell újra és újra múltunkkal foglalkoznunk, meg kell vizsgálnunk a jelenünket, és következtetést igenis le kell tudjunk vonni a jövőről, de ez a jövő nem feltétlenül olyan, mint a múltunk, hogyha egy picit belegondolunk a Szentírásba. És itt látjátok az első képen ezt a nagy kérdés, hogy vajon homo sapiens, ugye a tudomány szerint mi vagyunk a homo sapiens ember, a homo deus, az lehet, hogy egy idegen kifejezés a számotokra, ez a Isten embernek a kifejezése. És a harmadik, a homo Christus írtam oda, tehát azt mondjuk, hogy a keresztény, a Krisztus követő ember, hogy vajon milyen jövő vár ránk, és mi ebbe a szerepe a keresztényeknek. És azért kell ezt az előadást megtartani a hitem szerint, mert eddig nem tapasztalt gyorsaságú, döbbenetes változások vannak a világban. Nem tudom azzal most az időt eltölteni, hogy ma más információ van alapvető kérdésekben, mint tegnap és tegnap előtt, csak ezen a héten, csak egy-két honlapot véve, de fogok reagálni ilyenekre. A második nagyon fontos állítás, hogy a változások, amik a világba végbe mennek, ami érintik az életünket, azok nincsenek, hogy azt írtam, hogy humanista, emberi szemszögből felügyelve. Ez alatt azt szeretném, hogy értsétek meg, hogy a világ a 20. században abba az irányba ment, hogy a nemzetállamok megpróbálták kontrollálni ugye a nemzeti ügyeket, hogy mi történik az országukban. És utána összeálltak, hogy megpróbálják kontrollálni azokat a ügyeket, ami például az Európai Unióban, Európában fontos volt, hogy legyen valami egyeztetés, legyen valami koordináció, legyen valami szabályozás. És globális intézményeket hoztak létre, mint az ENSZ, vagy a WHO, vagy különböző más intézmények, hogy a világon is próbáljunk bizonyos folyamatokat kontrollálni. Ma azok a változások, amik meghatározzák a világ fejlődését, ezeken a ellenőrzési rendszereken nem mennek át, ezektől függetlenül alakulnak. Ez borzasztó fontos. A harmadik, amit a mi szemszögünkből szeretném, ha megértenétek, hogy az elmúlt évszázadokban a kereszténység teljes mértékben eltávolodott a tudomány és az innováció közeléből, tehát nem csak arról van szó, hogy nem a keresztény hit, a keresztény tudásra épül a tudomány, hanem arról van szó, hogy a keresztény teológusok, a keresztény értékekkel foglalkozó embereknek őszintén szóval fogalmuk sincsen arról, hogy a tudomány ma, holnap mivel foglalkozik. Ez nyilván számunkra egy nagyon-nagyon nagy kockázat. És ennek a változásnak a mértékét, hogy megpróbáljam így az elején megrettenteni mindannyiótokat, hogy azt mondják azok a tudósok, akik ezzel foglalkoznak, hogy a következő 50 évben az emberiség életében történő változások nagy valószínűséggel nagyobb mértékűek lesznek, mint a tudomány által neandervölgyi embernek tekintett ember is a ma emberek között van. Mondhatjuk azt nyugodtan, hogy ez nem szentírási alap, de induljunk ki abból, hogy valakik, akik tudománnyal foglalkoznak, azt mondják, hogy szinte nagyobb az a változás, ami jön, mint ami volt egy emberszabású majom és egy ember között. Az, hogy ez hogy van, most szeretnék két nagyon rövid filmet megmutatni nektek, az, hogy milyen eszköz van a kezünkben, és milyen lehetőség van a kezünkben. Milyen lehetőség van annak az embernek a kezébe, aki kijött
kiüzetett az Édenkertből, és a jó és a gonosz tudásnak a birtokában van. Most egy konkrét példával a drónokkal kapcsolatban nézzétek meg ezt a két rövid filmet. Nem baj, ha nem halljátok a lényegét a szövegnek, a lényeg, tehát inkább nézzétek, és majd egy-két dolgot mondok. Many large industrial companies that could benefit from drone technology cannot do so, held up by the high acquisition and operational costs. With the new aerobotic system, many of these prohibitive expenses disappear. The aerobotic solution is a complete drone system that can program its drone to fly autonomously. Ami önmaga tudja felügyelni azokat a területeket, ahol egyébként rendkívül drága, hogy emberek felügyeljenek bizonyos folyamatokat, eszközöket. Tehát például security surveillance and emergency Amerikában a vasútvonalakat ezek tudják ellenőrizni, hogy nincs-e rajta valami akadály, a sinek nem mentek-e tönkre. Olyan a rendszer, hogy lerakja valahol, önmagát feltölti, tudja, hogy mikor mit kell csinálnia, elmegy, elküldi a értékelt adatokat a központba, visszamegy, feltölti magát, és minden nap ezt csinál. És akik idősebbek talán még látták azokat az embereket, akik krampácsoltak a vasúti sint mentén, ugye ez elvégzi éjjel-nappal 24 órában. Most nézzétek meg a másik változatát a drónnak. Customer pilots directed almost 3,000 precision strikes last year. We're super proud of it. It allows you to separate the bad guys from the good. It's a big deal. Tehát ő arra mutat példát, hogy rossz célokra is fel lehet használni. Most amit képet láttok, ez a drónnak a képe, annak a picinek. Your kids probably have one of these, right? Not quite. Just azt hiszük, hogy mi ismerjük, de azért nézzük meg. No. That skill is all AI. It's flying itself. Totál mesterséges intelligencia. Its processor can react 100 times faster than a human. So százszor gyorsabban reagál, mint az ember. Is an anti-sniper feature. Nézzétek, mi van benne. It has cameras and sensors. Kamera, just like your phones and social media apps. It does facial recognition. Arcfelismerő. Inside here is 3 grams of shaped explosive. 3 gram robbanóanyag. This is how it works. És így működik. Did you see that? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. Átüti a csontot, és felrobbantja az agyat. They used to say guns don't kill people. People do. Well, people don't. They get emotional, disobey orders, aim high. Let's watch the weapons make the decisions. Sure. Now, probléma ugye az, hogy these were all bad guys. Hogy ugye ezt lehet használni, és ugye azért fejlesztették ki, hogy ezzel azokat a rossz fiúkat ugye ki lehet iktatni, akik például valami támadással. De a filmet megnézitek, a következő 5 perc az arról szól, hogy ezek a bigyókkal kiirtják egy nap az egész kongresszusnak minden tagját, mert végül is ahhoz csak x 100 darab ilyen, hogy hívják, ott kell egy kocsinak a hátuljából kiengedni, és ez valóban működik, hogy kinyitsz egy bőröndöt, és abból elindul 300 ilyen dolog, és elküldöd valahova a GPS mentén, és az arcfelismeréssel itt engem lő ki, nem titeket, mert tudja, hogy ti nem a Somodi vagytok. Ugye, tehát azt akarom ezzel mondani, hogy ezek, amiket én ma bemutatok, mind olyan dolgok, amik ma működnek. Ugye, tehát ilyen értelemben azt kell lássuk, hogy ezek hihetetlenül nagy kihívást jelentenek számunkra, hogy lehet ezeket korlátba hozni. És miért nem látjuk a jövőt? Azért nem látjuk a jövőt, mert egy exponenciális görbének az inflekciós pontján vagyunk. Most aki nem kell érteni hozzá, látjátok, hogy ott vagyunk, ahol az a kis ember. Tehát a dolog lényeg az, hogy hihetetlenül felgyorsult a tudásnak a megszerzése és a változása a világban. Erre az az állítás, hogy a 20. századnak az összes human progress-e, tehát amire az ember fejlődött, azt a 21. század első 14 évében megcsináltuk.
az első, sőt 14 évben, vagy a 20. században, amennyit az emberiség fejlődött, azt a következő 7 évben megcsináljuk. Tehát 2021-ben már kétszer akkora fejlődése megy át az emberiség, mint a 20. században ment. És most nem akarom végigszámolni, mert elképesztő az a szám, ami ebből kijön a évszázad végére, teljesen értelmetlen. Most a probléma ugye ott van, hogy mindannyian jellemzően történelmi alapon gondolkodunk. És hogyha megnézitek ezt az ábrát, akkor azt látjátok, hogy ha a múltból eredeztetünk egy jövőképet, a piros vonal, ugye az van itt legalul ezen a szaggatott vonalon, de ha a jelenből, az elmúlt hónapok, egy-két évnek a fejlődéséből, akkor is látjátok, hogy a narancssárga nagyon-nagyon közel van ehhez a múlthoz, és látjátok, hogy a zöld ott fent, a correct prediction, az valami oltárian elszáll ehhez képest. Tehát ilyen értelemben azok a megközelítések, ami jellemzőek ránk, nem csak keresztényekre, hanem az egész világra, hogy a múltból próbáljuk levonni a következtetéseket, ez teljesen használhatatlan. Ennek ellenére szeretném, hogyha néhány gondolatot a múlttal kapcsolatban az emberiség egészére nézve végig gondolnátok velem. Lesz egy-két olyan dolog, amin nyilván majd itt, nem tudom én, majd megmondjátok, hogy miért butaság, de azt szerettem volna első körbe csak megmutatni nektek, hogy mondjuk azt, hogy nem számolunk azzal, hogy milyen évszámok vannak a történelemben és a Bibliában, hanem én most azt írtam itt fel, hogy az embernek van ez a ötfajta állapota. Az első ugye, hogy azt mondjuk, hogy Istennek mindig is az akarata megvolt arra nézve, hogy tehát volt egy örök terve, hogy az ember akar és legyen ember a Földön. Ez a tervezett állapot. A tervszerű állapotnak tekintsük azt az időszakot, amikor az Édenkertben volt, aránylag kis populáció, ugye, ahogy mi tudjuk, de mégiscsak ott volt Ádám és Éva úgy, hogy ez az Istennek tetszett. Megalkotta, ahogy ő szerinte kell, hogy az ember működjön. És amint kikerült az Édenkertbe az ember, azt mondhatjuk, hogy körülbelül a 16. századig akármilyen ember, akárhol a Földön, az elfogadott tudományosan, hogy mindig istenkereső emberek voltak. Tehát magyarán nem az volt a jellemző, hogy bárhol a világon éltek emberek, azok ateisták lettek volna, vagy szocialisták, vagy nem tudom én, hanem az emberek jellemzően valamilyen istent kerestek, és a Bibliából kezelhetjük ezt a problémát úgy, hogy mindenki kereste Istent, a nagybetűs egyedüli Istent, csak sokan nem találták, vagy nem akartak közel kerülni hozzá. És a 16. században eljutunk oda, hogy a felvilágosodás mentén ugye az istentelen megoldás a világban válik meghatározóvá, és itt nem az a kérdés, hogy ma bárki is Istent keres-e vagy nem, hanem a világ számára azt kell, hogy megértsétek, hogy kialakult egy olyan hit, hogy a világ és az ember problémáit az ember tudja megoldani. Ez egy minőségi váltás ahhoz képest, hogy azt mondjuk, hogy a Isten majd megoldja a mi problémánkat. Ugye, tehát kialakult az a tudat, a humanizmus, hogy mi képesek vagyunk megoldani a dolgainkat, képesek vagyunk a természetet kontrollunk alá hajtani, stb. Tehát, és utána most jön az az időszak, vagy én azt mondom, egyre inkább meggyőződésem, hogy már benne vagyunk abban az időszakban, amikor Istenné akarunk válni. És nyilván most nem ezekről az emberekről van szó, ti rólatok rólam, akik itt vannak, hanem azok, akik a mostani rendszerre, a mostani fejlődéseket, hogy úgy mondjam, irányítják. És nézzük meg akkor, hogy Isten terve mi volt, hogy honnan indult ez, csak hogy ezt az egészet végig tekintsük. Ugye azt mondjuk, hogy az ember az Édenkertbe tulajdonképpen egy békefenntartó, egy harmóniafenntartó gazdája, ugye azt mondja Isten, legyen gazdája az Édenkertnek, és legyen annak a kiterjesztője. És ugye a meghatározó az, hogy egy hihetetlen harmonikus rendszert hagy ott Isten, vagy ad át Isten az embernek, amiben harmóniában van az ember Istennel, a társával, a környezetével, és tehát mind a hárommal. És ugye tudjuk, hogy nincs erőfeszítés, nincs izzadság, nincs félelem, nincs rossz, stb. Stb. És mégis innen kilépünk, ugye? És azt mondjuk, hogy az Istent kereső állapotba kerülünk át, és ebből az állapotból én azt, hogy kiüzettünk az Édenkertből, ezt mindannyian tudjuk, de három szakaszt szeretnék most csak nagyon brutálisan ebből az időszakból a figyelmetekbe ajánlani.
hogy az első állítás, tehát az első kulcsmomentum az emberi fejlődésben az, hogy tehát a sajátosságunk az, hogy fikciókban tudunk gondolkodni. Tehát én nagyon sok mindent tanultam életemben, hogy mi az ember, hogy munkát dolgozni tud, hogy gondolkodni tud, hogy nem tudom én, stb. De az az állítás, hogy ha most tényleg azt keressük, hogy mire képtelen az állat, és mire képes az ember, akkor ott biztos, hogy egy fehér-fekete elválasztó vonal van, hogy egy kutya a legokosabb se tudja a másik kutyának elmondani, hogy mi volt a múlt héten az élménye valahol. Erre nem képes. Tehát nem tudja elmondani, mit látott a másik szobában. Nem tudja elmondani, hogy van egy álma, hogy szeretne egy trópusi szigetre költözni. Ugye? És azáltal, hogy az ember erre képes, azért tulajdonképpen végtelenítve kinyitotta azt a lehetőséget, hogy mennyi emberre tud hatni. Igaz? Tehát addig, amíg ez nem működik, addig csak egymással éljük meg a dolgot, sok állat képes erre, vagy genetikailag szabályozott, mint egy hangya vagy egy termesz, de azt, hogy mi itt ugyanúgy tudunk kérdésekről gondolatilag, tehát gondolatokat cserélni, és ezt megosztani Amerikában valami, erre állatok ugye nem képesek. És ez a fikció, tehát a tömegesítésnek a kulcsa. A másik a mezőgazdaság, ami meg lehetővé tette ugye azt, hogy tömegesen emberek jöhessenek létre, aminek az egyik oldala, hogy legyen táplálék, a másik, hogy a tömeg legyen alkalmas arra, hogy megvédje ugye a háborúk mentén az embereket, és ugyanakkor, amit látnunk kell, hogy borzasztóan elkezdte az ember a természetet, a környezetét deformálni. És a harmadik lépcső az a tudományos technikai forradalom, tehát mondjuk azt, hogy az elmúlt 100 év, hogyha most nagyon leegyszerűsítsük, aminek megint csak szeretném a figyelmeteket ráterelni arra a tényre, amit én se gondoltam korábban végig, hogy a tudományos technikai forradalom érdekes módon nem azzal foglalkozik, hogy összeszőjön valamit. Ugye, tehát mondhatnánk azt, hogy Istennek a harmóniája megszakadt, szétszakadt, és jövünk mi a hihetetlen okos emberek, és azt mondjuk, hogy tudjuk ezt helyreállítani. Ugye ez lehetett volna egy Istentől jövő akarat, és nem. Mi azzal foglalkozunk, gondoljátok végig, hogy tudjuk megváltoztatni. Tehát az egész fejlődésnek a lényege, állandóan valamit meg akarunk változtatni. És amit még hozzá kell, hogy tegyünk, hogy tudjuk, hogy ebben az időszakban ugye ez a tudomány, ami mindent meg akar változtatni, ez a hit alapról levált és önállósította magát. Most csak egyetlen egy ábrán nézzétek meg ezt a brutális hatást, amit az emberiség a világra, a glóbuszra kitett. Nem tudom, hogy bármelyikőtök ezt el tudta képzelni. Tehát ma a nagytestű állatok vagy teremtményeknek a aránya a Földön, ez körülbelül úgy néz ki, hogy 70%-a minden ilyen lénynek az házi állat, 10% a vadállat, és körülbelül 30% az ember. Tehát ha azt nézzük, hogy mekkora biomassa van itt, ugye, ami fűti meg, most nem akarok ebbe belemenni, akkor gyakorlatilag kiirtottuk az állatvilágnak egy nagyon nagy részét, és egy sokkal nagyobb részt beraktunk művi módon, és azt gondoljátok végig, hogy ennek a csodálatos mennyiségű házi állatnak, ami ugye a mi sikerünk bizonyos szempontból, ennek körülbelül a 90%-a az ilyen különböző ketrecekbe hihetetlen, mocskos módon tartott állatoknak a tömege, ugye? Tehát itt nem a házi cicára kell gondolni. És azt gondolhatjuk, tehát az az állítása, ez számomra egy kulcsmomentum, hogy az ember most tudományos szempontból az az állítás, és ez is nem tudom mennyire látjátok be, vagy gondoltátok végig, hogy tulajdonképpen ebben a hosszú úton, akár a bibliai időhorizonton, akár a tudomány horizontjának, hogy a világ ezt nézi, az ember három kérdéssel kínlódott folyamatosan, van-e mi ennem, nem betegszem-e meg, és kell-e háborút folytatnom valahol, vagy tudok békébe élni. Ez a három volt, amire, hogy úgy mondjam, a homo sapiens ki volt hegyezve, hogyha ezeket meg tudjuk oldani, akkor rendben vagyunk. És az elképesztő, hogy ma mind a három dolog megvan oldva. Tehát ma, ha hiszitek, hanem kevesebb ember hal meg a világon éhségben, mint túltápláltságban. Tehát azt mondják, hogy csak ez statisztika, tehát nem kamuduma, a McDonald's és a Coca-Cola-nak a hatása a fejlett országokban, az biztos, hogy több mint 1000-szer
nagyobb kárt okoz, veszélyesebb halált okoz, mint az összes terrorizmus, az összes erőszak, ami ezekben az országokban létezik. Az egyiket elítéljük, a másikat hirdetjük. A betegségek most nem a öregkori, hanem azok a betegségekre értve, ami ideje korán, tehát túl korán elviszi az embereket, kevesebben halnak meg ma a világban, mint öregségben. És ami végképp elképesztő, hogy ma a világon többen halnak meg öngyilkosságba saját kezük által, mint erőszakos halála, beleértve a háborút, beleértve a terrorizmust, beleértve azt, hogy iskolákban minden évben pár száz embert Amerikában lelőnek. Tehát azt mondhatjuk, hogy a természeti kitettsége az embernek, hogy vajon éhen halok-e, vajon megbetegszem-e, vajon a szomszéd törzs megöl, vagy nem tudom én, ezek mint hatások, mint problémák megszűntek. Ez nem azt jelenti, hogy nincs éhség, ugye betegség és háború, hanem ez azt jelenti, hogy valójában a tudományos technikai fejlődéssel ezek a problémák átkerültek az emberi hatás keretébe. Tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy az most az állítás, hogy most Jemenben 7 millió ember éhen hal, hogy Szaúd-Arábia nem engedi be a segélyszervezeteket, és 7 millió ember brutál szám, ha belegondoltok, az nem azért van, mert a jemenieknek éhen kell halni, hanem azért, mert valami mocsok másik hatalom politikailag azt mondja, hogy dögöljetek éhen, mert én ezt megtehetem veletek. Ugye? Tehát az ember dönti el, hogy ezeket a negatív pályákat meg kell-e fussuk, vagy nem, nem pedig a természet. Tehát azt mondhatjuk, hogy a Földet tudnánk elvileg uralni, de önmagunkat képtelenek vagyunk. És a múltból még egy gondolatot elő kell, hogy hozzak, az pedig a liberalizmusnak a kérdése, mégpedig azért, mert borzasztóan meghatározza az, hogy a következő években mi történik. Ugye azt mondhatjuk, hogy a liberalizmus, ugye a humanizmussal felkerült, én nem vagyok ennek egy szakértője, de azt mondják, ugye, hogy tulajdonképpen a humanizmusnak három ága volt, a liberalizmus, a szocializmus és a evolucionizmus, az utóbbit nevezik finoman a fasizmusnak. Tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy az ember rendet akar tenni a világba, akkor volt egy nagy elképzelés, hogy önmagunk tegyünk rendet, volt egy olyan, hogy a szocialista konstrukcióba, és volt egy olyan sajnos mellette, ami azt mondta, hogy egy embereket elitnek, kivételezetnek tekintett koncepcióba csináljuk ezt meg. De ami győzött ebből a háromból, az a liberalizmus, aminek ugye a lényege az, hogy én az egyed vagyok az, aki a lényeg, és ahhoz, hogy én megtaláljam magamat, ahhoz nekem szabadnak kell lennem, nem más mondja meg, hogy én hogy gondolkodom. Ez úgy gondolom, hogy teljesen logikus mindannyiunk számára. És kialakítottuk a társadalomba azokat a felületeket, azokat a megoldásokat, a különböző felületeket, ami megfelel a liberalizmusnak. Ugye, hogy demokratikus berendezkedés, vagy az, hogy szabad verseny a gazdaságban, vagy az, hogy ez a szörnyűség, amit mi most átélünk, hogy ami nekem jó, az szabad, ugye? És akkor teljesen deformálódik mondjuk a nemeknek a kérdése, vagy sok más. Vagy az, hogy mindenki eldöntheti, hogy mi szép neki, és másnak ez nincs semmi köze. De ez a rendszer tulajdonképpen ma egy csapdába került, és ez egy meghatározója annak, amiről most beszélek, mert hogy a kapitalizmus, mint szabad gazdaság, ezt azért mindannyian talán érzékeljük és elfogadjuk, hogy adaptálódott ahhoz a gondolathoz, hogy mi, mint individuum akarjuk eldönteni, hogy milyen ruhát veszünk, milyen autót veszünk, és mit kajálunk hol. Mert a kapitalizmus a tudományos technikai eszközökkel már eljutott oda, hogy ezt nekünk totálisan manipulálni tudja, ugye? Tehát, ha mi akarunk venni valami ruhát, akkor dől ránk az információ, hogy miért vegyél, ha akarunk egy autót, dől ránk az információ, és ha elmegyünk az információ mentén ennek a vonalnak a végén, mindig ott találjuk azt a meghatározó méretű céget, aki el akarja adni nekünk azt a ruhát, vagy azt a autót. Tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy mi ragaszkodunk az individualizmusunkhoz, hogy én majd eldöntöm, de itt az ide, hogy észrevegyük, hogy már rég nem tudjuk eldönteni, hogy mit használunk és mit nem, mert ez a gazdasági rendszer minket beszippantott, hogy úgy mondjam, a humanizmus felfalja a profit, a pénzközpontú világ. Ennek következtében mondhatjuk azt, hogy nincs akarat, és azt is tudjuk, hogy manipulál ez az egész folyamat, mert ő mondja meg, hogy mikor mit csinálja, ez főleg a gyerekeinknél, azt hiszem, döbbenetesen érzékeljük. Tehát azt mondhatjuk, hogy a jelen az a manipulált embernek a élete, és most nézzük meg azt, hogy ki milyen módon, milyen mértékben, milyen céllal és milyen eredménnyel
manipulál bennünket. Hogy hol tart ezeknek a globális nagy közösségeknek a innovációja, hatása, ami meghatározza a következő évtizedeknek a folyamatát. És nézzük meg azt, hogy zárja ki ez a rendszer az embert, bennünket, abból, hogy bármi cselekvési szabadságunk legyen. Most egy eléggé döbbenetes példával kezdek. Ennek ugye, aki átélte a szocializmust és tanult még rosszabb szocializmusról, az ezt fel fogja fogni, szerintem nagyon könnyen. Ennek az a neve, hogy Citizens Score, állampolgári mutató. Ez ma Kínában működik, tehát nem arról van szó, hogy megint egy kamu történet. Mert a kínaiak, mint egy szocialista állam, ugye rájöttek arra, hogy nekik tök jó az, hogyha összeszedik azt az információt, ami létezik az emberekről, vásárlás, mozgás, kapcsolatok, tartalmak, pénzügyek, szokások, ami egyébként mi rólunk is ott van a Facebookon, a GPS mentén, a telefonunkon, a Google-on, és stb. És ezeket ők tovább mentek, ma kínaiak okosak, és azt mondták, hogy képtelenség ezt a sok számot számon tartani, ebből csináljunk egy mutatót, ugye, és kitaláltak, nem tudom miért, de úgy tűnik, hogy egy ilyen 0 és 1000 közötti mutatót, és azt mondták, hogy ezt nem csak, hogy megmondják, hogy Somodi Imre, te 648-as vagy, hanem ezt kiteszik az internetre, hogy a Somodi Imre 648-as. És ennek az a következmény, hogy mindenki más tudja, hogy egy 648-as Somodival mit szabad, mit nem szabad, és mit kell, és mit nem kéne tenni. És csak példaként, ugye ezt 1,3 milliárd emberre fogják kiterjeszteni 2020-ig, jelenleg több mint 100 ezer ember van egy olyan kínai Facebookon, akik csak a számuk alapján tartanak kapcsolatot egymással, tehát azt mondja, hogy egy magas számú 800-as, az lehetőleg egy 800-assal kössön házasságot, ugye, mert hülyeség mással kapcsolatba lépni. Csak példákat, hogy mit csinál vele, hogy miért mennek ebbe bele az emberek, azt mondja, hogy ha 600 pont fölött vagy, akkor például 4 millió forint fedezetlen hitelt felvehetsz valakitől. Ha 650 pontot eléred, akkor Kínában ugye ma is még engedélyhez kötött a külföldi utazás, 650 pontnál engedély nélkül mehet Szingapurba. Ha eléred a 750 pontot, akkor úgynevezett fast track Schengen vízumot kérhetsz, ugye? Tehát ami a kínaiaknak baromi fontos, hogy eljut Európába, be tud-e jönni. Tehát azt mondhatjuk, hogy innentől kezdve ugye nem emberek azok, akik egymással szembeállnak, hanem tulajdonképpen számok. Ha bebuktad a hiteledet, lehet, hogy 10 évig lemész, nem tudom, 150 ponttal, és senki nem akar veled kapcsolatba kerülni. A következő ilyen lehetőség, ami működik, ugye most csak példát hozok fel, ez a Kindle-nek a olvasó, az Amazonnak van ugye ez a gépi könyve, ami tulajdonképpen oda vezet, hogy elveszítjük az önértékelésünket, és csak magát a folyamatot szeretném végigvenni veletek. A régi szép időkben, én a 70-es években jártam könyvesboltban, meg beszéltem emberekkel, hogy mit érdemes olvasni. Ma eljutottunk ugye oda, hogy valahol keresünk online könyveket, és akkor ránk zúdítja, hogy még mit szoktak azok az emberek olvasni, akik ilyen könyvet keresnek, és nem tud leszedni a gépedről. Most a Kindle, az Amazonnak a gépe ebbe tovább megy, mert ő olvas téged, amikor te olvasod őt. Most mondhatjuk, hogy ez minket nem zavar, de Amerikában több Kindle olvasás van, mint papírkönyv olvasás, és hogyha ott ez van, akkor véhetően itt is hamarosan ez lesz. Tehát Amerikában a könyvet olvasó emberek többségét az Amazon is olvassa. És első körben azt olvasta, hogy mi a olvasási ritmusod, hogy hol hagyod abba, hogy hol vagy gyorsabb, hol vagy lassabb. És ezeket az adatokat ugye ez a úgynevezett big data rendszer kézben tartja. Örökre megtartja. Utána hozzárakják azt a részt, hogy már kamera van rajta, és nézi az arcmimikádat. Tehát ő tudja, hogy mikor nevettél, mikor grimaszolsz, mikor sírsz, mikor van különböző reakciód rá. És mivel Amerikában nagyon-nagyon nagy nyomás van az emberekre, hogy a úgynevezett bioszenzorokat alkalmazzák, ezzel összekötve ő azt is meg tudja mondani, hogy a könyvolvasásod közben mikor megy fel a vérnyomásod, a szívdobogásod, mikor izzadsz, mikor van különböző bioreakciód arra, amit olvasol. És ez azért van, mert összeköti azzal, hogy te tulajdonképpen mit akarsz olvasni, és amikor legközelebb majd rámész arra,
hogy te könyvet keresel, és akkor ő föl fogja adni neki, hogy ha ilyen állapotban vagy, akkor ilyet kéne olvasnod, ha olyan állapotban, olyat kéne olvasnod. És mivel jobban ismer téged ezen keresztül, hogy minden tud rólad, ezért az ember egy idő után feladja azt a pozícióját, hogy én eldöntöm, hogy mit olvasok, mert sokkal egyszerűbb rábíznom a rendszer, és innentől kezdve tényleg azt mondhatjuk, hogy elvesztettük az önértékelésünket. Egy másik óriási probléma, kihívás a valóságunknak elvesztése. Ez a szoftver, az a Hypatia, ami megint csak működik, tehát nem egy jövőbeni valami, az egy olyan várost tervez, amiben te beépülhetsz, egy ilyen úgynevezett avatárt csinálsz magadnak, mint a filmből, ugye, tehát eldöntöd, hogy te hogy akarsz kinézni, milyen korú vagy, milyen nemű vagy, stb. És ezzel ebbe a világba te tudsz élni, dolgozni, játszani, szeretkezni, telefonod van, selfie tudsz csinálni, és minden olyat, ami fontos ma a világban, ugye? Na most ehhez hozzárakjuk, hogy Japánban már a 40 alatti férfiaknak a többsége nem akar biológiai szexualitást, mert azt gondolja, hogy sokkal jobban működik így, akkor érzékelhetjük ennek a döbbenetes hatását. A következő az, hogy fizikailag elvesztjük az identitásunkat, a testünk elvesztése, ugye ez a úgynevezett exoskeleton, az azt jelenti, itt a képen két fajtát látok, van az egyik, ami tulajdonképpen egy passzív rendszer, amit egy ilyen vászként az ember felhúz, ugye ez például amerikai katonaságnál már használják, és van olyan, amelyik motorikus, ami még rásegít arra, hogy te mit bírjál el. Azt YouTube-on nézhetek olyan filmet, ahol fölteszik ezt a fickóra, rátesznek 100 kilót terhet, és ugyanúgy fut a többiekkel, a többi katonával, mint azok, akik nincs semmi. Mert ez a bigyó, ez a skeleton, ugye ezt a terhet tulajdonképpen vele cipeli. Tehát ez azért fontos, mert ugye az a homo sapiens, vagy emberi identitásunk, hogy nekem van egy testem, ugye, és ez a test, ez engem megkülönböztet mástól, ez ebben a rendszerben elkezd eltűnni, ugye, mert nem tudjuk, hol van a testünk. És még izgalmasabb ennek az a része, amikor művégtagokat felraknak emberek agyi irányítással, ez is ugye ma működik, főleg az amerikai katonai sérülteknek óriási pénzt nyomnak ebbe bele, hogy tudjanak végtagokat visszarakni. És ebbe az egyik fantasztikus dolog, hogy tényleg rátesznek az űrgére egy kezet, és ezzel mondjuk egy kristálypoharat megfog és önti a sört, és nem tudom mi, egy műkézzel. De ami döbbenetes, hogy láthatok olyan filmet is a YouTube-on, hogy New Yorkban ő a kezével összekötve Londonban egy másik kezet is működtet, ugye? Mert ő neki a agyi hatását, tehát a kapcsolata, az mind megy keresztül a wifi-n, ugye? Tehát ő amikor a wifi-vel kiküldi, akkor ő a kezét és a lábát földrajzi ott léttől függetlenül tudja mozgatni, ugye? Tehát megint egy hasonlat, egy minta arra, hogy én most, hogyha otthon fenékbe tudom rúgni a gyerekeimet, ez egy eléggé borzasztó gondolat, ugye? Hogy ez most miért egy ember, igaz? Tehát ez nyilvánvaló. Ilyen értelemben a fizikai identitásunk az megkergül. A következő az még durvább, ez a úgynevezett brain computer interface, ugye, tehát hogy azon folyik a munka, óriási ezek a központok ezen dolgoznak, hogy szüntessük meg, tehát pár éven belül ugye megszűnnek ezek a kütyük, ugye, tehát gyakorlatilag az agyunkkal tudjuk az információt megszerezni, amit akarunk. Ennek itt most két mintáját látjátok, az egyik, ami úgynevezett részben invazív, ugye, tehát hogy beépítenek egy pici bigyót az agyunkba, és utána lehet, hogy zavaró, hogy a fején az embernek lesz egy ilyen fénybigyó, majd nem tudom, vastag hajat hordanak. És ezen keresztül mi a, most leegyszerűsítve, a felhővel kapcsolatban vagyunk, ugye? Tehát ha nekem a gépemnek van egy információs adatbázisa, és van internet itt, akkor ezek nélkül én most tudok kapcsolatot létesíteni a saját adatbázisommal és az internettel. És meg tudjátok érteni, hogy innentől kezdve az én szellemi képességem az egy kezelhetetlen dolog, igaz? Tehát ki a Somodi Imre, az, ami benne van az agyába, vagy azt mondjuk, hogy hát ennek semmi jelentősége nincs, végül is az, amit ő le tud szedni a netről, igaz? Van ennek ez a non-invazív változata, ez van most jobban kifejlesztve, ami egyszerűen egy sapkaként a fejedre húzod, és akkor úgy tudsz ilyen állapotban lenni. De egy nagy kérdés, hogy kik vannak e mögött? Ugye, hogy létezik, hogy ilyen elképesztő fejlesztések vannak, amiről valójában nem nagyon tudjuk most itt egymás után hallgatva, hogy ennek most örüljünk, vagy ne örüljünk. És az a közgazdászoknak az állítás, hogy valójában kialakult egy új gazdasági egység, ezt úgy hívják, hogy platform economy, tehát a platform gazdaság,
ahol sikerült megoldania ezeknek a bődületesen nagy vállalatoknak, hogy összefogják a piacot és az ő tevékenységüket. Tehát most leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy ő megmondja a Facebookon, a Googleon, a reklámon keresztül a gyerekeknek és a felnőtteknek, hogy ő hogy akarjon élni, mit akarjon vásárolni, milyen vágyai legyenek, és ezeknek a vágyaknak a kielégítésére ő megteszi a ajánlatát, és ezzel végre olyan vállalattá válik, akinek nem kell a piacnak a bizonytalanságával foglalkozni. Tehát azt lehet mondani, ugye, hogy a kapitalizmus eszenciálisan összesűrítve, mert azokat a szereplőket, amiket mi külön-külön tanultunk, azokat összerakja, és a mai informatikai eszközökkel ezt kézben tudja tartani. És nyilván felmerül a kérdés mindannyiunkban, hogy kik ezek és miért ilyenek. És azt lehet mondani, hogy nagyon érdekes, hogy tényleg földrajzilag ennek az egésznek a központja ott van Szilícium-völgyben. Kaliforniában, és ezek a nagy cégek, hogy Facebook, Google, Apple, és a másik központ az meg egy borzasztó nagy hely, ugye Kína, akik azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon zárkoznak fel ehhez a folyamathoz. És amit szeretném, hogy lássatok, az, hogy ahogy az elején mondtam, ők kikerültek a nemzetállami felügyelet alól, mert ugye a gazdaság az szabad, ugye, és a világgazdaság az még szabadabb, és mi mozoghatunk az egész glóbuszon, amerre akarunk. És ők birtokolják a tudományt és a technikai képességeket, a gazdasági, pénzügyi képességeket, és azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen a vallási, és most nyilván nem a hitünkről beszélek, a vallási képességeket is, mert vallását teszik, hogy mi mentén kell élni az embereknek az életükkel. És azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen a korábbi Isten vágyakozás helyett ez a manipulált, tudományosan alátámasztott és tudományosan fejlesztett világ az, ami minket igazgat. Tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy egy döbbenetes lépés volt az életünkben az elmúlt években, amikor eladtuk az identitásunkat, és ezt mindannyian megtettük akkor, amikor felmentünk a netre, és tudomásul vettük, hogy jobban ismer bennünket ma a net, mint mi önmagunkat. Csak néhány adatot ehhez kapcsolódóan hagyd mondjak nektek. A Facebooknál jelenleg 7500 cenzor dolgozik. Tehát azt mondják, hogy a történelemben soha olyan állam nem volt, ahol ilyen mennyiségű ember azt nézte volna. Régen ugye jöttek a levelek, nyugatról felbontották, visszaragasztották, képzeljétek el. Na pedig 7500 ember próbálja kézben tartani a Facebooknak a havi 2 milliárd lájkolójának, emberének a adatait, a információcseréjét, és próbálják ezt kiszűrni, hogy mi jó a rossz. Míg évszázadokon keresztül valamilyen ideológia volt amögött, hogy mit szűrünk ki és mit engedünk, ma ennek a csúcsán egy ember van, akit Zuckerbergnek hívnak, és ő dönti el. Tehát valóban úgy működik ma a Facebook, erre tucatnyi példát tudtok találni, hogy valamint berág a társadalom, mondjuk a média, és akkor Zuckerberg azt mondja, hogy hát jó, rakjátok vissza ott, vegyétek ki ezt, ugye? És ki ez a Zuckerberg, ugye? Tehát ha belegondoltok, hogy honnan veszi ő a bátorságot, ez is egy jó kérdés, a másik a jogot, hogy ő megmondja, hogy a világ mit láthat és mit nem. A másik, hogy azt gondoljátok meg, hogy a Facebook és a Google az 8 évvel ezelőtt körülbelül 300 milliárd dollárt ért, mint cég. Ennek a két cégnek az értéke 300 milliárd dollár volt, ezt ahhoz igazíthatjátok, hogy az egész magyar éves GDP az 120 milliárd dollár. Tehát ez a két cég három magyarországnyi értékű volt 8 évvel ezelőtt, valahol tizenvalahanyadikak a ranglistán. Ma ez a két cég vezeti a világ két legértékesebb cégét, 1300 milliárd dollár az értéke ennek a két cégnek. Tehát mondjuk azt, hogy 11 néhány Magyarország, amit csinálnak. A készpénz tömeg, amin ülnek, a Apple például 250 milliárd dollár készpénzzel rendelkezik. A Google több mint 100 milliárddal. Ezzel azt akarom mondani, hogy felfoghatatlannak számunkra, hogy egy ország egész éven keresztül 10 millió ember gürcöl, csinál 120 milliárd dollár értéket egy rendszerben, amit elfogadunk, hogy ez a mérőeszköz, és egy másik cégnek a bankban van 100 milliárd dollárja. Azt vesz meg, amit akar. Azt fejleszt, amit akar, azt befolyásol, amit akar, ezt kell lássuk. Következő veszély ugye a gyermekünknek az elvesztése, amiről nem szabad lemondanunk, mint problémáról. Ugye azt mondhatjuk, hogy a smartphone-ok, az okostelefonok mentén a gyerek az kikerül a szülő felügyelete alól.
Amerikában jelenleg a tinédzsereknek a 75%-a rendelkezik okostelefonnal, és ezek gyakorlatilag ellenőrizhetetlen gyerekek ma már, tehát a szülők szó szerint nem tudják, hogy a gyerekek mit csinálnak. Ez körülbelül Magyarországon is úgy van, hogy akik okostelefonnal rendelkeznek, annak a nagyon nagy része a szülő nem tudja, hogy és mit csinálnak a gyerekek. És ebből következik az, hogy tulajdonképpen a média, a social media neveli a gyerekeket, ugye? És ennek az egyik nagy része a Disney, a tévé még mindig, de hát a Disneynek egy egyre nagyobb része ma már kim van a okostelefonokon is. Ennek az egyik következménye az, hogy ezek a gyerekek, ezek nem a valós térben nevelkednek, ugye? Tehát ezt érzékelhetitek. Nekem a nagyobbik lányom, az meg van győződve arról, hogy ez a unikorn is a egyetlen ló, amit ő szeretne venni, és 12-13 évesen tényleg úgy tűnik, hogy reménykedik abban, hogy talán csak van ilyen ló valahol, és akkor ilyen lesz a kertben. Tehát ugye, mert ez éveken keresztül ő volt az egyik főszereplője az életnek, ugye, és ő nem akarja elhinni, hogyha hülye tévében benne van, akkor miért nem lehet venni valamelyik áruházba. Ugye? Tehát ennyire deformálódni tud a embereknek a gondolkodása. Gyakorlatilag nem nőnek fel a gyerekek. Tehát most olvastam egy amerikai friss elemzést, egy ilyen meta elemzést, és azt mondják, hogy beazonosítható az a 2-3 év, amikor a többség a gyerekeknek a okostelefont is kapott, tehát a birtokot, és onnantól kezdve totál megváltoznak a gyerekek. Tehát teljesen érdekes, hogy például csökken a szexualitásuk, mert nem találkoznak emberek. Nem lövöldöznek, nincs annyi gyilkosság a tinédzserek közében, de történelemben először az öngyilkosság az átment, magasabb számban van jelenleg, mint a gyilkosság. Mert otthon meg attól retteg, hogy majd kiveti magából ugye ez a social media, és nem lájkolják, vagy valaki kicikizi majd, és utána ebből depressziós lesz, vagy eljut a végéig. És ugye azt kell végig gondolnotok, érdemes végig gondolni, hogy a Disneynek a gyereknevelő hatásának mi a központi mozgató ereje, és azt lehet mondani, hogy három szempont van, amire hegyezi a filmjeit. Az egyik, hogy autonóm legyen a gyerek, hogy te vagy az, aki tud valamit csinálni. Ugye a filmeknek ez egy központi értéke, iránya. A másik az, hogy akaratos legyél. Számtalan olyan film van, ahol keményen küzdeni kell, hogy keresztül vidd az akaratodat. És gyakorlatilag a filmek nagyrészt arról szólnak, hogy uralhatóvá legyen a rendszeren keresztül. Nem a szülőkön keresztül, hanem a médián keresztül, mert ez az, ami ugye később profitot csinál. És itt meg kell jegyezzük, hogy nekünk egy óriási kihívás, hogy miért nem tudjuk ilyen vonzóvá tenni a Szentírást, ugye? Tehát hogy miért nem tudunk olyan történetet, hogy úgy mondjam, alternatívaként felmutatni, ami még inkább magához köti a gyerekeket, és túllépnek ezen a állapoton, és relativizálják a viszonyukat a Disney világhoz. Következő kérdés a munkahelyünknek az elvesztése. Most nézzetek meg ezt a két rövid filmet. Ez a Mininek a dél-angliai üzeme, tehát ez a Mini Morris gyártja. Developing 900 robot van ebbe a gyárba, 0,0 ember. És látjátok, az ember így ketrecbe végig mehet rajta, nehogy valamit tönkre tegye. This is a land of robots. 1000 autót csinálnak minden nap. Build the bodies of 1000 new cars every single day with barely a human in sight. 9 millió fölött van a robotok száma ma a világban, iszonyú módon növekszik. És a héten olvastam egy nemzetközi kutatóintézetnek az anyagát, ami azt mondja, hogy 2030-ra kb. 800 millió állást vesznek át a robotok a világban. És ami nagyon fontos, hogy ennek a messze túlnyomó többségét szerint a kutatás szerint, vagy előrejelzés szerint a fejlett országokban, ebből a szempontból mi is fejlett országok vagyunk. Nézzétek meg ezt a másikat, hogy hol tart a robotizáció abban a szempontból, hogy az embert helyettesítse. Csak néhány kép. We're only beginning to understand the potential of this emerging species.
És ugye azt mondja a narrátor, hogy ez egy új faj. But now, robots have adaptations that follow a very different evolutionary track. Ez zongorázik éppen. With mutant hands and hybrid limbs. Arról most kár vitatkozni, hogy most egy 800 millió vagy nagyon sok adat van, de ezzel csak azt akartam érzékeltetni, hogy amikor egy ország azt mondja, hogy 15 évet rányomok arra, hogy az autóipari nagyhatalom legyek, és ugyanaz a cég, akit ide hozok, az máshol a legújabb gyárát, azt már ember nélkül csinálja, akkor az egy eléggé komoly kihívás, hogy vajon következő 10-20 évben mi fog történni. Most a jelen helyzethez csak egy nagyon rövid átkötés a kereszténységhez. Három dolgot szeretnék felvetni a jelen állapottal kapcsolatban. Az egyik az, amiről már beszéltem egy korábbi előadásban, hogy körülbelül látjuk, hogy a kereszténység Európában nincs egy jó állapotban. Mondhatjuk azt, hogy nem nagyon sikerült az elmúlt évszázadokban azt a hatást, azt a jó értelembe vett hatást elérni a társadalmi folyamatokra, amit szerettünk volna, és ennek kétségkívül az egyik rákfenéje az az állam és egyháznak a házasság, az együttműködése, hogy nem Krisztusra tekinti sok esetben az egyház, hanem az államra, aki meghatározza a pozícióját. A másik, amiről már beszéltem ma, hogy a tudomány, gazdaság, innováció vonatkozásában a kereszténység nem bír relevanciával. Ezt sokan úgy is mondják, hogy a vallás vagy a kereszténység különösképpen reagál arra, hogy mi történik a világban, tehát megpróbálja megmondani, vagy kifejezi, hogy mivel nem ért egyet, lásd mesterséges megtermékenyítés, vagy sok más, de valójában rég leszokott a kereszténység arról, hogy megmondja, hogy de mit kell csinálni. Ugye, ami a középkorban, ugye az egyik könyvírója azt mondja, hogy valójában a Silicon Valley a középkorban a Vatikán volt. Ugye, tehát azért ezt látni kell, hogy ettől eléggé eltávolodtunk. És végképp úgy gondolom, hogy egy súlyos probléma, hogy azokon a területeken, ahol az értékrendet komolyan befolyásolhatnánk, tehát a hit, erkölcs, szociális témákban sem meghatározó a kereszténységnek a jelenléte szerepe. És most ugorjunk át a jövővel kapcsolatban, mert azt szeretném megmutatni nektek, hogy mi az a meghatározó út, ami a tudomány szerint előttünk van, és mellé tennék néhány gondolatot arról, hogy a kereszténység nekünk milyen szerepünk vagy pozíciónk lehet ebben. Ahogy említettem, az az állítás, hogy valójában a Homo sapiens, az ember befejezte azt a nagy küldetését, hogy függetlenedjen a természettől, és nyilván, hogyha az ember a céljait megvalósította, akkor következő lépés, hogy új célokat állít. És nagyon érdekes, hogy ez a világi tudomány azt mondja, hogy három cél mentén fog az emberiség élni, boldog akar lenni, kortalan szeretne lenni, és istenszerű akar lenni, hogy mindent maga hatása, hatalma alá tudjon vonni. És megint csak szeretném a figyelmeteket felhívni arra, hogy itt a mostani időről van szó, a következő 50 év történéséről, többségetek ez megéli, és tudjuk, hogy a gyerekeink biztos, hogy megéli ezt az időszakot. És egy nagy kérdés, ami ennek a hátterében van, hogy mit lesz az a 7 milliárd emberrel, aki itt van a glóbuszon, és vajon mi lesz az a tömegeket vezető vallás vagy ideológia, ami meg fogja határozni ezt az időszakot. Ugye azt mondtam, hogy a hatalmi központok, amik ezt a fejlődést, ezt a változást kézben tartják, ezek nincsenek ma kontroll alatt, ugye? Tehát se nemzeti, se szakmai, se ilyen kontroll alatt nincsen. Azt is tudjuk, hogy ebből adódóan ők felhatalmazás nélkül, valós felhatalmazás nélkül csinálják ezt, ugye? Tehát nem volt megszavaztatva az emberiség, hogy Facebookot, Googlet, vagy esetleg más dolgot akarunk csinálni, vagy akarjuk-e, hogy az Amazon az jobban ismerjen bennünket, mint mi. Hanem a tudomány egyszerűen lehetővé tette, hogy ezek a központok a hatalmukba kifejlesszék, és használják a saját, nagyon normálisnak tekintett anyagi érdeküknek megfelelően. De ennek óriási konzekvenciái vannak. Az első, amit a robotokkal már mutattam, az a felesleges embertömeg. Tehát valójában, ha belegondoltok, hogy a gazdaság kőkeményen azon dolgozik, hogy csökkentse a kockázatát a gazdaságban,
akkor mit tud csökkenteni? Lehetőleg ne legyen ember a folyamatban, mert akkor nincs kockázat. 24 órában dolgozik a robot és kész. Tudom, hogy mit csinál, mindig ugyanazt, igaz? Másik oldalról pedig ki akarom venni a vevőt, a fogyasztót, hogy döntsön, ezért cuppanok rá mindenfajta média és egyéb befolyásoló eszköze, hogy azt vegyed, amit én mondok. Igaz, hogyha ezen a két kulcs területen tud lépni a gazdaság, akkor ő rendben van. De azt is kell látnunk, hogy ugyanez a folyamat megy a társadalom egyéb szférájába végig. Nézzétek meg a katonaságot. Ma Minnesotában ülő gyerekek lövik az embereket szerte a világon, és nem foglalkozik, nem tudom, láttatok-e már ilyen filmet, hogy megkérdezi ott a 22 éves katona gyereket, hogy nem zavar téged, hogy most véletlenül ugye szétlőttétek azt a esküvői csoportot Afganisztánba. És a gyerek erre mosolyogva azt mondja, hogy hát sajnos ez a selejt, ez a veszteség. Ugye? Tehát nincsen értékrendjében benne az, hogy ő embert öl, fel van szabadítva ez alól, nem lát semmit, nem szagol semmit, nem él át semmit, elmegy este a diszkóba és jól érzi magát. Sőt, lehet, hogy egy másik virtuális valóságba tovább lövöldöz, mert ez a élete értelme. És ahogy elveszti az ember a gazdaság és a katonai jelentőségét, most a tömegekről beszélek, elveszti a politikai jelentőségét is, ugye? Tehát, hogyha figyelme kísértétek az amerikai választásokat, vagy most a oroszországi választásokat, ugye, akkor millió számra hamis híreket és hamis befolyásoló Facebook beírásokat ugye lehet, már van, tudjuk, tehát ez nem kérdés. És gyakorlatilag ugye ezen keresztül az embereknek az a szavazata, hogy most mire adta le, ez már nem annak az egyénnek a szavazata, hanem annak a rendszernek az eredménye, ami felügyeleté alatt az egyén létezik. És ebből adódóan én most csak azt mondom, hogy az ember tömegeknek a jövője az homályos. Tehát azt mondják, hogy arra van válasz, hogy Németországban robotizáció miatt mit csinál az emberekkel a német kormány vagy gazdaság. De az, hogy ugyanilyen robotizáció megy végbe Bangladesbe, a textiliparba, arra valószínűleg a német polgár vagy az amerikai polgár már nem fog pénzt adni, hogy szociálisan tartsuk fel azt a pár százmillió bangladesit, ugye? Tehát ilyen értelemben erre nem tudjuk, hogy mi lesz, de van egy óriási tömeg, akire, hogy úgy mondjam, ennek a hatalmi rendszernek nincs szüksége. Ebből adódik egy nagyon fontos kérdés, hogy valójában teljesen, hogy mondjam, konfúz, érthetetlen, vagy nem tiszta, hogy a demográfia kérdésével mi lesz. Ugye? Tehát gyakorlatilag nagyon hamar egy olyan állapotba kerül az emberiség, hogy totál felesleges utódokat nemzeni. Ugye? Tehát nincs rá szükség most abból a szempontból, ahogy a mezőgazdaságtól elindultunk, hogy azért kell sok ember, mert sok munka kell, sok katona kell, és ezen keresztül ugye még a második világháború is, ha belegondoltok, erről szólt. A Szovjetunió azért nyerte meg a háborút, mert többen voltak, mint a németek, ha most leegyszerűsítjük, több áldozatot tudott hozni. De ebben a rendszerben nincs szükség emberre, a több millió emberre nincs szükség akkor. Ugye? Tehát valószínűleg a második világháborúban ők éhen haltak volna otthon, és senki nem foglalkozott velük. És az egy nagy kérdés, hogy ebbe a virtualitásba, ami körülvesz bennünket, meg fogjuk-e különböztetni, és lesznek olyanok, és mennyien, akik valóságosan tudnak élni, vagy mekkora lesz az a tömeg, aki igazán csak a virtuális világban él. Tehát azt mondhatjuk, hogy míg a 20. századnak az egész társadalomra volt egy ígérete, hogy jólétet, egészséget és békét hozok neked, addig a 21. század arról szól, hogy én boldogságot, halhatatlanságot és istenszerűséget hozok neked, de azt nem tudom ígérni, hogy ez valós lesz. Ugyan? Tehát mondjuk azt, hogy lehet, hogy 99% nem valós lesz. És lesz mindenképpen egy felsőbb osztály, ha az ember megmarad a hatalom birtokában. És azt lehet mondani, erről nem beszéltem, de azt szeretném, hogy megértsétek, hogy valójában ez az egész azért lehetséges, mert a biokémia, mint egy biológiai tudomány, ami az emberrel is foglalkozik, vagy a táplálékkal, ugye, az teljesen összetudott kapcsolódni a számítástechnikával, ahol számunkra felfoghatatlan méretű adatkezelési lehetőségek vannak. És ezt a kettőst a mesterséges intelligenciának, ezeknek a komputer robotoknak a kezébe tudja adni, ami olyan végtelen mennyiségű számolásra képes és optimalizációra, amit mi emberek nem tudunk elvégezni, és valójában ezen keresztül tud ez a rendszer kialakítani új
termékeket, új szolgáltatásokat, vagy a hatalmi rendszert kézben tartani. Az az állítás, hogy a következő évtizedeknek a központi fejlesztése az a ember teste, agya, érzése, és ezek a dolgok lesznek, amit láttatok ott a Brain Computer Interface mentén is, illetve láttátok a skeletonok közé. Tehát magyarán az ember a természettudományt, és különösen az orvostudományt a gyógyításból átviszi az optimalizációs irányába, hogy tudok tökéletes embert csinálni. És erre egy példa, sokan ismeritek valószínűleg Angelina Jolie-nak a történetét, hogy levetette a két mellét, ugye? És azt kell, hogy ebben megértsétek, amit én nem értettem korábban, lehet, hogy ti értitek, hogy ebbe az a áttörés, hogy az Angelina Jolie-nak a mellevételének nem volt orvosi oka. Tehát azért vetette le a mellét, mert egy genetikai vizsgálat azt mondta, hogy 89% esélye van, hogy az életébe beteg lesz. És a csaj úgy döntött, hogy én nem várom meg ennek a kockázatnak a valóságát vagy nem valóságát, hanem én levetetem a mellemet, mert ennek következtében nulla esélyem van, hogy mellrákom lesz. Na most ez ugye azt jelenti, hogy egy algoritmus, egy matematikai modell, az megmondja, hogy te veled mi történhet, és mielőtt történne, mielőtt kialakulna egyáltalán az a káresemény, vagy az az esemény, te döntesz, hogy ezt hogy akarod az életedből kizárni. Magyarországon normál esetben ilyen beavatkozást nem lehetne elvégezni, ugye azt mondod, hogy egy egészséges ember most kilátott melyet. A másik döbbenetes változás, ugye láttátok, ez az organikus, anorganikusnak az összekeveredése. Ugye, hogy csinálok egy olyan gépet, robotot, akármit, ami tulajdonképpen bizonyos területeken üti az embert, és már nem világos, és nem akartam hozni olyan képeket, ugye, ahol tényleg ilyen emberszabású dolgok vannak, és ennek teljesen aberált megoldásai, de ennek az eredménye az, hogy a szexualitás elveszti az értelmét, tehát megint csak ugye azt mondják, hogy a virtuális valóság az 80% plusz méretbe, az tulajdonképpen a pornográfiának lesz az új menedéke, ahogy volt ugye, vagy jelenleg ez az online rendszer. Azt mondják, hogy két iránya lesz a vallásnak, mert erről beszéltünk, hogy nézzük meg, hogy a jövőt mi fogja diktálni. Az egyik a technohumanizmus, ami mögött az a megoldás van, amit most próbáltam jelezni, hogy a homo sapiens, az eddig ismert ember, az ketté válik, mondjuk az, hogy két kaszt lesz, és nem tudjuk a méreteket, de valószínűleg lesz egy pici, ez a upper class, aki valóban megél dolgokat, a hatalom az ő birtokában van, ő vele, a testével, az agyával lesznek ezek a különös dolgok megcsinálva, amit akar, és lesz ez a marha nagy tömeg, ami a felesleges része a társadalomnak, amivel nem tudjuk, hogy még mi fog folyni. Az fontos, hogy akiket én olvastam, ugye azt mondják, hogy azt látnunk kell, hogy valójában ez egy nagyon-nagyon durva változás az emberiségnek, hisz ez a tömeg, amiről beszélünk, az tulajdonképpen ez a lépés, ez az evolucionizmusnak, a fasizmusnak, az emberi, hogy mondjam, a minőségnek a szétválasztásának a lépése, ugye? Tehát, hogy itt ezt megtenné akkor az emberiség, hogy azt mondja, hogy vannak azok, a kiemeltek, és van a tömeg, akivel lesz valami. Ez nagyon durván, ugye sok helyen szintén látok filmet, ugye azt mondják, hogy semmi más nem történik, mint az emberrel, ami történt az állattal. Hogy kétfajta állatra van az ember rácuppanva, az egyik a táplálékra, a másik a házi kedvencre, ugye? És az a kérdés, hogy ebben a új világban mi a táplálék vagy a házi kedvenc opciót fogjuk megkapni. A másik megközelítés, mint vallás, az a dataizmus, ez még elrugaszkodottabb a mai gondolkodásunktól. Emögött az a gondolat van, hogy valójában kezelhetetlen a mesterséges intelligenciának a fejlődése, mert a mesterséges intelligencia, amikor eljut az emberi intelligencia közelébe, ennek a fejlődésnek a gyorsasága olyan, hogy nem lehet leállítani. Ennek következtében ugye ez a megközelítés azt mondja, hogy tulajdonképpen a információ, az adat, hogy úgy mondjam, az elvágja az emberi köldökzsinót, mert már mi nem értjük azt, amit ő akar, és innentől kezdve ő fogja meghatározni a folyamatokat, és ezzel az állat-ember-gép határok teljesen ledőlnek,
és tulajdonképpen az adat elfoglalja a világban az ember központi helyét. Most ettől nem kell rosszul lennetek ma még, de ez a gondolat, és amit értetek szerintem, ez a mondat, hogy miért gondolta vajon az emberiség, hogy az embernek a szabadsága, ami mindig is a mi szabadságjogunk volt, után elkezd beszélni arról, hogy a információ szabadsága, és miért gondoljuk, hogy az nem az információnak a szabadsága lesz, a joga. Ugye, tehát, hogy miért gondoljuk, hogy mi természetesnek tartjuk, hogy akinek van joga, az gyakorolja azt a jogot, és mi úgy gondoljuk, hogy az információnak a szabadságát, az nem az információ fogja gyakorolni, ugye, hanem mi fogjuk gyakorolni. És ez a gondolatmenet azt mondja, hogy ez tévedés, ez az információ hasonlóan okos lesz, mint mi, akkor nyilván ő akarja ezt a jogot gyakorolni, és nem mi fogjuk. És ugye ekkor a teremtés koronája mindenkinek, a mindennek az internetje lenne, ebben most nem akarok belemenni. Mit tudunk mi tenni keresztjének, és hol van nekbe a mi feladatunk? Tehát én azt remélem, hogy azt láttátok, hogy ez egy eléggé nagy katyvasz. És ugye erre hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy hát ez szörnyű, ez biztos nem is igaz, ez itt hülyeséget beszél. Most nézzük meg, hogy a keresztényeknek a küldetése. Ugye, tehát tulajdonképpen mi azt mondhatjuk, hogy az elfogadott, hogy most egy olyan világban élünk, ami ezt úgy szokták mondani, hogy az igazság utáni idők. Tehát egy olyan közegben vagyunk, ahol egyszerűen nem tudjuk, hogy mi igaz és mi nem. A tudományban is újra és újra előfordul, hogy kiderül, hogy hülyeség, amit hittünk. A politikában, a gazdaságban, a környezetünkben tele vagyunk ugye fake news-zal, tehát egy óriási dilemma, hogy egyáltalán mit lehet ezzel kezdeni, és azt mondhatjuk, hogy az egész gondolatmenet arról szól, hogy ezek az algoritmusok keverik. Ha a tegnapi Indexen elolvastuk egy cikket, teljesen abszurd, ugye, hogy azt mondja, hogy tegnap előtt le akarták állítani a YouTube-ot, ugye, mert hogy pedofil tartalmak mentek ki a gyerekeknek a filmjei mellé, és ugye tegnap, ha elolvassátok, akkor le van írva, hogy ugye ennek az az oka, hogy ahogy generálja valaki a jó tartalmat, ugyanúgy generálja valaki a rossz tartalmat. Tehát meg kell, hogy értsük, hogy a YouTube mesterséges intelligenciával generálja, hogy a gyerekem milyen film után milyen filmet nézzen meg, ugye, tehát oldalt ajánlja a filmeket, akkor ugyanez a rendszer, ugyanez az algoritmus a bad boys-oknak a kezébe arról szól, hogy tudok oda betenni pedofil tartalmakat, ugye? Mert ő neki ezről jön a profitja, ugye? És mivel nincs szabályozva az egész dolog, tegnap előtt például ez globálisan sikeres volt, ugye? És azok a fiúk, akik ezt csinálták, rohadtul meg vannak elégedve, de eszméletlen mennyiségű pedofil tartalmat ki tudtak oda tenni, ahova eddig nem volt sikerük, ugye? És őket nem érdekli, hogy ez az egész egy törvénytel, nem tudom én mi, Kínában, Oroszországban, nem tudom én hol ülnek, és ezzel keresik a pénzt. Ugye, tehát ebbe vagyunk most benne. A másik, ugye, amit nekünk kell, mint lehetőség mérlegelnünk, hogy térjünk vissza az igazsághoz, mert mi azt mondjuk, hogy igenis van igazság. És nem azt az igazságot gondolom a középpontba helyezni, ami most ebben a vitában van, hogy most mi a igaz abból, ami hírekben látunk, hanem hogy a Szentírás igazságára visszatérni. És én azt gondolom, hogy mindig is a kereszténységnek a küldetése az volt, hogy idegen kultúrába kell ugye az evangéliumot hirdetnünk. Ugye Pálnak erről nagyon jó gondolatai vannak, hogy mikor milyennek kell lenni ahhoz, hogy én ezt tudjam csinálni. Most nekünk azt gondolom, hogy olyannak kell lenni, hogy hatásosak legyünk ebbe a borzasztó idegen kultúrában. És az is nyilvánvaló, hogy ennek az emberi fejlődésnek ez a felfoghatatlan dinamikája, ez nekünk óriási lehetőséget ad, mert az egész emberiség előbb-utóbb meg lesz rettenve ettől a helyzettől, legalábbis egy nagyon nagy része. És elkezdi keresni, hogy jó, de akkor hol találok fogódzót. És én úgy gondolom, hogy új harmóniát kell hirdetnünk, és ennek a harmóniának az Isten terve lehet az alapja. És ugye a felelősségünk az egyik oldalról abból adódik, hogy igenis most kell megszólalnunk, akárhogy is, mert hogy 10-20 év múlva felesleges lesz. Ugye? Tehát nekünk most van ebbe kötelességünk, nem pedig az a feladatunk, hogy most azt mondjuk, hogy még inkább vegye el tőlünk a gyerekeinket, még inkább legyen idegen a világ, még inkább kerüljünk mi keresztjének is kutyaszorítóba. És azt szeretném, hogy lássátok, hogy amikor Jézus Istenről és császárról beszél, akkor itt azokról a hatalomokról, akikről én beszélek, ezek nem annak a császárnak a hatalma. Ugye? Tehát ezek nem feleskedett, akármilyen struktúrába oda kerültek.
De ezek egy teljesen abszurd, soha el nem képzelt hatalom képviselői, ahhoz képest, ahogy szerintem legalábbis akkor a Isten és császár viszonylat meg volt fogalmazva. És a nagy kérdés, itt két szerintem döbbenetes nagy dilemmánk van. Az egyik az ugye, hogy odaadjuk-e entitásunkat, ha odaadtuk, akkor vissza tudjuk-e venni. És ezt nem mindenki gondolkozzon el, hogy én most azon gondolkozom két napja, hogy karácsony után képesek lennénk-e két napot, nem többet, otthon mindenfajta eszköz nélkül élni, ugye? Tehát, hogy mindent kikapcsol az ember, lemegy a pincébe, kihúzza az internetet, és akkor azt mondja, hogy hát akkor most mi van, ugye? És akkor a gyerekek azok most fellázadnak-e, elkültöznek otthonról, nem tudom, bőgni fognak két napot, vagy hogy lehet ezt lejátszani, és hogyha megteszed, akkor mi van utána, ugye? Tehát tudod azt mondani, hogy igenis nem akarom használni, mert ahol ez van velem, azt mindig tudják, hogy én mit csinálok, hol vagyok, látják, hallják. És úgy gondolom, hogy keresztény válaszokat kell adni. Nekem a gondolatom az, hogy valójában a jövő is a Szentírásban gyökerezik, ugyanúgy, mint a múlt meg a jelen. És nekünk ezt kell most megértenünk, hogy ez egy csodálatos lehetőség, mert mi vagyunk az egyedüli tömeg, közösség a világon, aki tudja a megoldást. Mindenki más csak össze-vissza dilemmázik. És még egy gondolat, hogy azt lássátok, hogy amikor arról beszéltünk, hogy a fikciónak mekkora a hatalma, mert hogy a pénz, a vállalat, a nemzetállam, stb. Ez mind kitalálmány, ugye? Tehát ez nem természetileg itt lévő valami. Akkor meg kell, hogy értsük, hogy amikor a hazugság, a igazságnak a hiánya uralkodik el az emberi közösségekbe, akkor megtörik a fikciónak a közösség összetartó ereje, ugye? Hisz nem tudom, hogy az a fikció, amit hallok, az a másiknak is a fikciója, ugye? Mert megszűnt az az igazság, hogy mondunk valamit, az, amit gondoltunk adott esetben évszázadok óta. Tehát azt mondhatjuk, hogy egy útelágazás előtt állunk, mert nekem ez a mai hirdetésem felétek, hogy szerintem mi is gyermekén Krisztus óta a legnagyobb változást éljük át. És az a kérdés, hogy merre akarunk menni, merre vezet Isten bennünket. És ezt kell mindannyian végig gondoljuk, mert lehet az az út, mint volt annak idején Rómában, ugye, hogy mi a kazamatákba visszaszorulunk, és ott fogunk majd turkálni, és eléggé sok science fiction filmet lehet látni, hogy mi ez az életvitel. Amikor azt mondjuk, hogy mi nem vagyunk megtűrve, hanem üldözöttek vagyunk a hitünk miatt. Lehet az, hogy egyfajta rezervátumba küldenek bennünket, vagy mi megyünk vissza, mint az indiánok Amerikába, hogy azt mondjuk, hogy hát legalább megtűrnek bennünket, ugye? De nem tudunk beavatkozni ezekbe a folyamatokba. És nyilván jó lenne, hogyha meglátnánk és megvalósítanánk, hogy Isten akarata az, hogy erre a változásra meghatározóan, vagy jelentősen befolyást gyakorló közösségként tudjunk élni. És ezt mérlegelnünk kell. És így karácsony előtt engedjetek meg egy gondolatmenetet a végére, hogy én nekem az került a szívembe, hogyha végig gondoljátok, hogy Isten az egyszülött fiát elküldte, és hogy azt olvassuk a Bibliában, hogy a jászolban védtelenül az emberekre bízva jött a világra, és így is nevelkedett. Hogy úgy mondjam, nem kapott luxus környezetet, feltételrendszert. És Isten, a Krisztus a kereszthalálával, ugye Isten megnyitotta az utat számunkra, az új Jeruzsálem felé. És közben azt is megmutatta csodálatos példákon keresztül, hogy milyen csodákat teremthetünk, ugye, hisz nem csak ő teremtett csodákat, hanem később a követője is. És azt is látjuk, azt hiszem ebben az előadásból érzékelitek, hogy a gonosz a világra hihetetlen hatalommal bírt az elmúlt évszázadokban, és most különösen nagy hatalommal használja azokat az eszközöket, amit Isten az ember kezébe hagyott, mivel hogy az ember a jó és a gonosz tudását birtokolni akarta. És a gonosz nem azért csinálja ezt, mert erősebb Istennél, hanem mert mi akartuk annak a lehetőségét megtartani, hogy a gonosz tudást is birtokoljuk. És ez most így van, ez az, ami terjed. Ugyanakkor azt is látnotok kell, hogy egy valamire képtelen ez a világ, ahogy ezt említettem már, a gonosz világa, képtelen visszaállítani Isten rendjét, harmóniáját. Akárhol megnézitek,
Mi tudunk egyfajta bazinagy erdőt csinálni, de soha, soha nem tudunk olyan őserdőt, amit ő csinált. És ugyanígy bármire nézünk, mindenütt ezt fogjuk látni, hogy azt a harmóniát, amit ő az Édenkertben megteremtett, ami a küldetésünk lett volna, amit elszalasztottunk, azt csak ő tudja helyreállítani. És nagyon érdekes, hogyha belegondoltok, azt mondtam, hogy a 21. századnak a célkitűzése az az, hogy boldog akar lenni az ember, hogy örök életre vágyik, és Isten kapcsolatra vágyik. És semmi másra nem vál. És ezt nem én írtam, ezek a nagyon okos, futurisztikus tudósok mondják, hogy ez a három, ami a lényeg. És meg vagyok győződve, hogy egyik se olvasta komolyan a Bibliát. Ugye megkülönben azt mondja, hogy gyerekek, hát itt van megoldás, itt semmivel nem kell foglalkozni. Megvan, mit kell csinálnunk. És mi rendelkezünk ezekkel a tudásokkal, ezzel a küldetéstudattal, és ezzel az iránymutatással, a Szentlélekkel. És hiszem azt, hogy meg kell szólítanunk, meg kell tudnunk szólítani az embereket, el kell érnünk minden kiválasztottat, mert az a feladatunk, ami tényleg benne van a Szentírásban, hogy összeterelni Isten népét, és példát mutatni szeretett közösségben, hogy hogy kell élni. Tehát, hogyha ezt nem tudjuk megcsinálni, akkor megyünk ebbe az irányba, ami szerintem nem jó, hogy mekkora ez az Isten népe, mekkora ez a szeretett közösség, és mennyire tudunk ennek eleget tenni, ezt nyilván csak ő tudja, de hiszem azt, hogy nagyon-nagyon nagy vágy van az emberiségben, hogy a mintát felmutassuk. Úgyhogy ezt szerettem volna megosztani veletek, és köszönöm a figyelmeteket.